Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke Dunaföldváru látogatása során arról beszélt, elérkezett az idő arra, hogy a megyében működő vállalkozások, melyek alkalmasak, hogy részt vegyenek a paksi beruházás lebonyolításában, lajstromba kerüljenek. Mindenképpen azt szeretnénk elérni, hogy a megyei beruházások, és itt a paksi beruházás is szerencsénkre egy Tolna megyei beruházás, az minél nagyobb kört az egész megyét elérje, egészen Dunaföldvártól Bátaszékig, alsó nyéktől felső nyékig, minden települést jó lenne bekapcsolni ebbe, és hát az lenne a legörvendetesebb, hogy ahogy halad a beruházás, valóban az egyes települések egyre inkább úgy éreznék, hogy ők is részesei a feladatnak egyrészt, másrészt pedig haszonélvezői a beruházásnak. Arra kell majd figyeljünk, és meg kell tegyünk mindent, hogy minél előbb helyzetbe hozzuk a vállalkozásokat. Minden önkormányzatnál számba vannak véve a vállalkozások, ők átlátják a vállalkozók sorait, köreit, és ezt kérjük az önkormányzatoktól, hogy ezt az adatot bocsássák rendelkezésünkre, mi majd fogjuk elemezni, megfogjuk a különböző köröket rajzolni, hiszen vannak szolgáltatások, vannak mezőgazdasági vállalkozások, építőipari vállalkozások, turisztikai vállalkozások, ezeket pontosan szeretnénk látni, hogy felvegyük a kapcsolatot velük, és nekik is majd visszafelé információkat szolgáltassunk a lehetőségekről, hogy mire készüljenek, és hogy mivel tudnak majd bekapcsolódni a beruházásba. Horváth Zsolt Dunaföldvár polgármestere azt emelte ki a megbeszélés során, hogy a helyi civil társadalom szétesett a pandémia ideje alatt. Megítélése szerint az önkormányzatiság különböző szinterein működő döntéshozóknak fontos feladata a szféra újbóli megerősítése. Olyan beruházásokra, rendezvényekre van szükség, melyek ismét közelebb hozzák egymáshoz az embereket a vírushelyzet után. Lemérhető Dunaföldváron is, hogy mennyire szűkült az a helyzet, amiben a civil szervezetek ugye a itt lakókat mozgatták, programokat szerveztek, megpróbálták összekovácsolni az embereket. Ez ma hiányzik. Sajnos ezt látom is, a társadalom mobilitást is hiányolom ebbe az egész dologba. Most ezt rámutatta, ugye azt mondják, hogy a 21. század az innováció és a digitalizációs világa, de higgyük el, hogy az emberi kapcsolatokat a digitalizáció, a Facebook, meg az internet azt nem fogja sose pótolni. Nagyon fontos az, hogy ebben az időszakban fenntartjuk azokat a lehetőségeket, és felkészüljünk arra, hogy újra nyitunk a társadalom és a civil szféra irányába, és a civil szervezeteinknek ez nagyon fontos dolga lesz. Ezek a kihívások ma a 21. században, és főleg ebben a pandémiás helyzetben is, hogy a megtartó erejét egy városnak, az hogyan fogom kivillantani, és azt mondani az itt élőknek, gyerekek, ez a legfontosabb, maradjatok itthon, innen el tudtok érni mindennemű olyan feladatokat, vagy olyan munkahelyeket, amelyről képesek lesztek, és a családotokat el tudjátok tartani. És ez nagyon fontos a fejlesztésekben is. Szó esett a megyét átívelő kerékpárút projekt Dunaföldvári szakaszáról. Horváth Zsolt arról beszélt, a várost Bölcske Madocsa irányában lehetne bekötni a rendszerbe, melynek másik ága Kalocsa felé már megépült. Össze kell kötnünk egymást földön, kerékpárúton, vagy országúton, vagy akár vízen, nálunk itt a Duna ki lehet használni, ez mind-mind erre szolgál. És ezek a fejlesztési tervek, ezek ugye a helyben lakást és az itt maradást fogják elősegíteni, hisz nem csak azt mondom, hogy gazdaságilag kell mindenbe beletenni, hanem abba is bele kell tenni a humán erőforrásba. És ebbe a humán erőforrásba, a beleinvestálásokhoz hozzátartozik az, hogy én szeretek itt élni, szeretek, és a jövőmet is itt akarom elképzelni, Dunaföldváron, Bölcskén, Madocsán, Pakson, vagy Szekszárdon, vagy akármelyik helyen, és ennek kell, hogy összekovácsoló erejének legyen. És ezért kell tenni a
képviselőtestületeknek, a polgármestereknek, és hogyha fölfelé megyünk, akkor pedig lenne a megyének is, hogy az adott megyei részen, kitérségben, kistérségben itt maradjanak az emberek, és legyenek hasznos tagjai Tolna megyének, meg a saját településének.